Ünnepélyes keretek között átadták a Balatoni út 10 szám alatti Corbé ingatlan hasznosító Kft. Által, mint egy 2 milliárd forint összegű beruházással elkészült Ecofamily áruház, a Jancsárkert termelő és biopiac, illetve a Lipóti pékség épületét. Ez egy cégünk életében is egy történelmi pillanat, mert ez az első komolyabb ilyen saját fejlesztésű projektünk, és én nagyon-nagyon tényleg hálás vagyok a csapatomnak, a városnak, mindenkinek, aki ebben részt vett. Nagyon-nagyon elhúzódott, de én azt gondolom, hogy egy jó koncepcióhoz idő kell. A 750 négyzetméter alapterületű második székesfehérvári Ecofamily áruház létrejöttével egy olyan magyar tulajdonú bevásárlóközpont vetette meg a lábát városunkban, amely kedvező áron széles termékskálán kínál a vásárlóknak döntően magyar előre csomagolt háztartási, másrészt friss háztáji termékeket minőségi környezetben, kiváló vásárlási feltételek között. Legfőképp az öröm az első gondolat, ami eszembe jut így a nyitás napján. Régóta vártuk ezt már, egy kicsit hosszabb folyamat lett ez, mint eredetileg terveztük, úgyhogy azt mondom, hogy egy 6 éves komoly háttérmunkának az eredményét és gyümölcsét láthatjuk ma itt. Nagy öröm ez számunkra, hiszen 2010 óta itt vagyunk Székesfehérváron az Ecofamily üzlettel, úgyhogy eltelt 14 év, közben megnyitottunk 50 üzletet, szereztünk sok-sok tapasztalatot, és azt gondolom most, hogy 64. üzletként egy gyönyörű és igazán impozáns üzletet, sőt, egy egész ekoparkot sikerült ide varázsolni Székesfehérvár belvárosába. Megújult a Jancsárkert termelői és biopiac csarnok, és a jövőben jelentős változás lesz, hogy a felújítást és korszerűsítést követően hétfőtől szombatig tart a nyitvatartás. 11 év munkája áll mögöttünk, és 11 év szombatonkénti termelői piacát követően jutottunk el ide. Mi vagyunk a szoftver ennek a közös projektben, és tulajdonképpen a hardvert, az infrastruktúrális feltételeket viszont a Corbé Kft. És a Napcsillag Kft. Biztosította, és így kettőnknek az együttes munkájának az eredménye az, ami ma összeáll. A vásárlók örömére megnyílt a 6. székesfehérvári Lipóti pékség is, ahol a cég termékskálájának valamennyi terméke várja a vásárlókat. 16 éve foglalkozunk Lipóti pékségekkel itt Székesfehérváron, immár ez lesz a 6. üzletünk. Nagyon régóta vártuk már, hogy elkészüljön, hogy megnyithassunk, és úgy gondolom, hogy ez egy igen jó környék, egy jó vásárlókörünk lesz, nagyon várjuk már őket, és azt gondoljuk, hogy itt az Ecofamilyvel és a Jancsár piaccal közösen erősíthetjük egymást, úgymond egy jó közösségben, szimbiózisban tudunk majd együtt dolgozni. A termelői piac hétfőtől szombatig, az áruház és a Lipóti pékség hétfőtől vasárnapig tart nyitva.